14. alkalommal szervezik meg a Felvinc napokat. Az idei esemény különlegessége, hogy a település írásos említésének 800. évfordulóját is ünneplik ez alkalommal. Július 26-a és 28-a között számos érdekes előadással, képzőművészeti kiállítással, könyvbemutatóval, beszélgetéssel várják az érdeklődőket. Szacsvai Kinga főszervező érkezett hozzánk, hogy bővebb információkkal is szolgáljon az eseményről. Üdvözöllek, Kinga, köszönöm, hogy eljöttél. Én is üdvözöllek, és köszönöm a meghívást. Hát dr. Szacsvai Kingát fizikus kutatóként ismerjük elsősorban, de őt személyes kötődései teszik főszervezői egy ilyen eseményen, ugye jól tudom? Igen, így van, hiszen felvinci származású vagyok, és amikor tehetem, vagy ahogy tehetem, mindig hazaszaladok. Felvincre, hazaszaladok Vincre. Ugye ez az 50 kilométer távolság Kolozsvár és Felvinc között, ez a mai világban már nem egy akadály. Említettem itt a felvezetőben is, amit az esemény meghívójáról, plakátjáról is tudunk, hogy különleges ez az idei esemény a számotokra. Hát elsősorban az, hogy minden falunapot próbálunk egy téma köré összpontosítani, és a tavaly jutott eszembe az, hogy 1219. Tehát ez az első említés, amikor is II. András az egyik alapító levelében az esztergomi érseknek adományozza a Felvincet, mint települést. Tehát nem Felvincet, hanem Vinc, tehát ilyen címszó alatt, ilyen név alatt jelenik meg. Akkor ez az adománylevél elégett, tehát tudjuk, hogy milyen periódus volt ez az 1200-as év körüli periódus. 1221-ben újra jelenítik, tehát megírják, úgy szintén hivatkoznak arra az 1219-ben megírt első adománylevél. És innen jött az ötlet, hogy hát az emberfia, illetve a település is csak egyszer 800 éves, és akkor méltó módon ünnepeljük ezt meg. És ez a 800 év, ez rengeteg idő. Azt láttam a programban, hogy éppen te magad fogsz beszélni, a falu történetéről gondolom. Igen, hát fizikusként az egyik hobbim az, hogy település kutatással foglalkozom, vagy foglalkoznék az ott élő emberektől, ugye minden érdekes dolgot összeszedni, felírni, megjegyezni, és hogy ugyanezt továbbadni a következő generációknak. És ezzel próbáljuk egy picikét színesebbé tenni. Na most az, hogy tényleg nekem is van egy előadásom, és mint a szamár maga át teszi előre ez a pénteki nap, megpróbálok egy áttekintést végigvinni az, hogy az a 800 év alatt mi történt. Tehát Vincstől Unériáig, ugye a települést mai neve az Unéria. Néhány mondatban össze lehetne foglalni, hogy melyek voltak a fontosabb momentumok a 800 év alatt? Vagy ez most túl nagy feladat lenne? Amikor eldöntöttük, hogy a falunap, akkor tényleg ez a 800 év körül forog. Hát egy teljes hétre ki lehetett volna húzni a rendezvénysorozatot. Annyi minden van, amiről beszélni lehet, mesélni lehet, tanulni lehet, hiszen látják a plakáton is, vagy a meghívón is. Tehát szakembereket kértünk fel arra, hogy előadásokat tartsanak. Hát én amilyen előadást ugye hobbiból összetudok tenni, tehát ez a szívem ügye, szívem csücske Felvinc és Felvincnek a története, de viszont a középkori Felvincről ugye az Erdő Múzeum Egyesület egyik kutatóját, szakemberét kértük fel, Hegyi Gézát, az 1848-as, 1849-es eseményekről a helyi lelkészünk Lukács György fog előadást tartani, tehát ez az ő kutatása, illetve az aranyos szék és Felvinc és kapcsolata és népművészeti szempontokból az Erdő Múzeum Egyesület elnökét, Keszeg Vilmos urat kértük fel erre, akik, és mindenki nagy szeretettel jön és elvállalta azt, hogy beszél nekünk Vincről, a 800 évről, a fennmaradásról, az együttélésről. És hogy ezt a fennmaradást megerősítsétek a jelenben, gondolom, hogy erről szól ez a rendezvénysorozat is, amelyet most már 14. alkalommal megszerveztek.
Mert hogy fontosnak tartottátok, hogy élet legyen, hogy a közösség érezze azt, hogy fontos számára a település, hogy kötődései legyenek, hogy megerősítsétek identitás tudatában. Volt, akivel összefogni, gondolom, és volt, akinek megszervezni már kezdetektől ezt a rendezvényt. Így van, hiszen ezt már a múltkor is elmondtam, szorványban vagyunk, tehát mi valahogy a fennmaradást, a tevékenységeket, azt a kevés embert, aki otthon van, azt nevelnünk kell, kultúrára tanítani, megszerettetni az otthoni dolgokat, a régi dolgokat, az irányokat, irányelveket. És igen, van egy lelkes csapat, és nem mondhatom azt magam, hogy főszervezője vagyok, hanem az egyik szervezője vagyok, hisz az úgy nehezebb, ha van egy főnök, és akkor a többiek, hanem mi közösen szervezzük ezeket a felvincnapokat. Az együttműködés, megpróbálunk mindenkinek olyan eseményt, olyan rendezvény részletet, részecskét hozni, hogy mindenkinek az érdeklődését le tudjuk fedni. Ha jól emlékszem, egy 400-as létszámú közösségről beszélünk, ugye? Igen, igen. Ami fogyóban van. Ami lassan fogyóban van. Fiatalok vannak-e a faluban? Vagy legalább ilyenkor visszajárnak-e? Fiatalok vannak, gyerekek vannak, hisz lehet látni, hogy péntek délután biblia műsorral, tehát előtte való héten már megkezdődik a biblia hét, és akkor az összefoglaló előadásuk az péntek délután van, tehát velük kezdjük, a jelennel kezdjük, és a jelennel zárjuk, hiszen a színjátszó csoportban, ahol szintén a felvinci gyerekek vannak, benedekelek, egyik meséjét fogják bemutatni. Úgyhogy van, kevesen vagyunk, de... És ilyenkor sikerül hazacsalogatni azokat is, akik onnan elszármaztak? Igen, igen. És ez már lekötött dolog, hogy július utolsó hétvégéjén falunapok. Ezt mindenki betáblázza a határidőnaplójában, és hazajönnek. Ha meghívok, meg a plakátok késnek is egy kicsit, nem jut el mindenkinek kellő időben, de azt tudják, ugye amikor a szabadsági időt az be kell ütemezni, hogy július utolsó hétvége az falunap, és hazajönnek. Tehát és várják. Már így kialakult. Úgy tapasztalat szerint, hogy láttad, mire van leginkább igény, vagy mi az, ami iránt a legnagyobb az érdeklődés ilyenkor? A falu lakossága részéről, a közönség részéről? Elsősorban a találkozás. Tehát az, hogy hazajövünk, hazajönnek, és akkor leülünk beszélgetni, az, hogy előadások vannak, tehát megpróbáljuk a szorványban, mindenhol vannak falunapok. Elsősorban úgy össze, vagy legalábbis úgy ütemezni, hogy ne legyenek átfedések. Tehát megvan Magyar Lapádon, van Nagyenyeden, van Felvincen, Székelykocsádon, Marosulvár, tehát a rendezvények vannak, és egyik a másikát segíti. Tehát mindenhova mindenki elmegy ezekre a falunapokra. Megpróbálunk a hagyományos bográcsos mellett, nótázás mellett mindig valami kis kultúrát, képzőművészeti kiállítás, könyvemutatót bevinni. Tehát mindig valami kuriózumot, valami érdekes dolgot. Remélem, hogy nem csak számunkra, a szervezőknek, hanem tényleg a közönségnek is ez érdekes dolog lesz, illetve a történeti előadások is. És akkor így a közös élmények révén ezek megmaradnak bizonyára valami formában. Így van. Tehát ezt próbáljuk. Még egy nagyon érdekes dologra szeretném felhívni a nézők, a közönség, vagy az odalátogatók figyelmét. Mégpedig van péntek este egy érdekes beszélgetés, aminek az a neve, ugye Felvinc hiába, tehát aranyosszék központja volt, stb. Ugye a 800 évről beszélünk. Ez a 19. században volt, hogy aranyosszék központja, de viszont Maros mente. És Maros mentén Maros mentiesen beszélnek, tehát hiába volt polgári élet Felvincen, hiába volt város anno. Ugye ez a Maros mentének ez a hangsúlya, ez a kiejtése, ez megmaradt, úgyhogy van egy ilyen beszélgetésünk, hogy úgy is tudom, hogy vinci vagy. Tábortűz mellett felvinci történeteket hallunk, tanulunk egyik a másikától, illetve van egy batyú, ami mindenkinek ott van a hátán, ugye, amit Vincről
vincről kapott, vincen kapott szülőktől, tanítóktól, tanároktól, és ez is az érdekessége lesz, hogy ki mit tett a batyujába vincen. Tehát személyes tapasztalatok, élmények, és gondolom, hogy ezek teszik még inkább személyesé ezt a találkozást. Hát egy percünk van még hátra, és akkor amit még a programból esetleg kiemelnél, mert ugye a pénteki napot említettük a leggyakrabban, és talán a pénteki napra teszi rá a bélyegét a leginkább ez a 800 éves múlt. Aztán ott van még a szombat, meg a vasárnap. Mit mesélnél ezekről? Igen, tehát nagyon röviden 3 napra próbáltuk ezt a 800 évet. Péntek az az alakulás, a szombaton délelőtt ott vannak a gyerekfoglalkozások, kézműves foglalkozások, illetve délután a történelmi, tehát visszafordítjuk egy picit a történelmi előadások sorát. Ez lesz szombat délután, ugye a Felvinc középkor 19. század, 20. század eleje, illetve vacsora, nótázás, nótaest, vasárnap a hagyományos ökumenikus istentisztelet, tehát ökumenizmusban élünk. Béres Melinda hegedűművésznőnek lesz egy kis koncertje, hiszen neki is felvinci származása van. Gyökerei vannak Felvincen, illetve az 1849-es és második világháborús emlékmű koszorúzása lesz. Délután meg az első világháború, második világháború dualizmus kora, tehát nem csak történelem, hanem a polgári életről, a kaszinóról, a szórakozásról lesz tulajdonképpen szó, hogy ezzel zárjuk a rendezvényünket. Nagyon változatosnak hangzik a program, bizonyára sok-sok élmény a helybeliek számára, de ugyanakkor azok számára is, akik kívülállóként, vendégként érkeznek a településre. Szacsvai Kinga, hát szép időjárást kívánunk nektek a jövő hétvégére, és kedves nézőink, akik tehetik, látogassanak ki Felvincre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.